Továbbra is népszerű az atomenergiát és a Paks 2 projektet bemutató interaktív kiállítás, ami 8 nagy nyári fesztiválon várja az érdeklődőket látványos új elemekkel, feltöltődési lehetőségekkel, játékokkal. A Volt, a Balaton Sound, az EFOT, a Campus Fesztivál, az East Fest és a Sziget után augusztus 18-a és 20-a között a Debreceni Virágkarneválon állomásozik a kiállítás. Az eddigi helyszíneken több ezren voltak kíváncsiak a kamionra. A korábbi fesztivál körúthoz képest átlagosan 10-15%-kal nőtt a látogató szám. A mobil kiállításon a betérők interaktív táblákon ismerkedhetnek meg az atomenergia békés célú felhasználásával. A Paksi atomerőműben üzemelő 4, illetve a tervezett 2 új atomerőművi blokk legfontosabb jellemzőivel. Tájékozódhatnak a Paks 2 projekt eddigi eredményeiről, a beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól, szerepéről. Emellett kisfilmek segítségével megismerhetik többek között a 3 plusz generációs VVR 1200-as blokktípust, valamint virtuális sétát tehetnek egy a Paksra tervezethez hasonló atomerőműben. A látogatók felmérhetik a témában szerzett tudásukat is, a tesztet helyesen kitöltők ajándékot kapnak. Az érdeklődők véleményét összegző kérdőíves felmérés alapján eddig a kitöltők több mint kétharmada vélekedett úgy, hogy az atomenergia olcsó és klímabarát. A válaszadók 90%-a pedig új információhoz jutott az interaktív kiállításon, amelyet 80%-uk tartott hasznosnak. A tájékoztatás mellett fontos szerep jut a kamion melletti energiaszigeten a kikapcsolódásnak, a pihenésnek és a szórakozásnak is. Az interaktív kamion mellett felállított energiaszigeten a látogatók mobiltelefonjukat is feltölthetik, babzsákon vagy függőágyakban pihenhetnek. A mobil interaktív kiállítás 2009-ben kezdte meg országjárását, azóta több mint 250 000 vendéget fogadott. A kamion a fesztivál körutat a Szegedi Ifjúsági Napokon zárja augusztus 23-tól 26-áig.